Európai Parlament szakbizottságai tegnap érkeztek Magyarországra. Stúdiónk vendége Üri Csaba, néppárti európai parlamenti képviselő. Jó reggelt kívánok! A Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottságának koordinátora. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Hát a terítéken több téma is volt. Uniós elnökségi felkészülés, EU 2020-as stratégia, foglalkoztatáspolitikai irányelvek. Ezeket vegyük sorra. Mi történt és kik tárgyaltak kikkel a tegnapi nap folyamán, mert hogy ma is tárgyalnak? Ez így van, hát ez egy nagy sorozat. Most az Európa Parlamentnek van 20 bizottsága, mind a 20 bizottság ellátogat Magyarországra, és arra kíváncsi, hogy vajon mit várhatnak Magyarországtól, a magyar elnökségtől, hiszen január 1-től magyar elnöksége lesz az Európai Uniónak. A várakozás igen nagy. A spanyol elnökség egy kicsit, hogy mondjam, haloványra sikeredett, a belga elnökséget pedig a belpolitikai problémák nagyon megnehezítik. Nem véletlen, hogy mondjuk a költségvetés is ebben a pillanatban lebeg, nem sikerült elfogadni. Tehát mindenki azt várja, Magyarországon van egy erős kormány, határozott és nyugodt politikai légkör, azt várják, hogy itt akkor most végre a szakmai munkának, a problémák megoldásának az ideje következik el. Mi tegnap találkoztunk a Parlament Foglalkoztatási és Szociális Ügyi Bizottságával, nyilván az érdekelt minket, hogy ők hogy látják a saját feladatukat a magyar elnökségben, valamint Comba Sándor foglalkoztatásügyi államtitkárral és Balogh Zoltán államtitkár úrral, aki ugye a társadalmi felzárkóztatásért, ezen belül nyilvánvalóan a cigány programokért, a roma programokért felel. Ezek különösen fontos és jó találkozók voltak. Tehát az Európai Unió most elhatározott 2020-as stratégiájának az egyik fontos eleme az, hogy egy felzárkózó, beilleszkedő társadalom jöjjön létre Európában. Nem egyszerűen csak versenyképes, hanem olyan, amelyik odafigyel azokra is, akik nehéz helyzetben vannak. Magyarország teljesen szinkronban van. Ezt állapíthattuk meg az uniós célkitűzésekkel. Az, hogy egy külön államtitkárság foglalkozik ezzel a kérdéssel, ilyen talán még nem is volt korábban, és mindenféleképpen egy jó jel, és azt mutatja, hogy lehet számítani a magyar elnökségre ebben a tekintetben is. Nagy a felelősség az időtek tekintetében is, hiszen 6 hónap alatt kell látványos feladatokat elvégezni. Erre fel vannak-e készülve? Én azt látom, hogy teljes mértékben fel vagyunk készülve. Ezt nyilván megkönnyíti az, hogy azok a célkitűzések, amelyeket a kormány maga elé tűzött, ezek szinkronban vannak az Európai Unió célkitűzéseivel. Ma az első számú prioritás az Unióban, nem csak Magyarország, az egész Unió előregedő társadalmakat jelent ebben a pillanatban, és a következő években. Az első számú prioritás ahhoz, hogy azokat a jóléti szolgáltatásokat, társadalombiztosítási szolgáltatásokat, oktatási, közbiztonsági, közfeladatokat, amelyeket megszoktunk itt az Európai Unióban, továbbra is finanszírozni tudjuk, ezeknek a színvonalát garantálni vagy emelni tudjuk, ehhez többet kell dolgoznunk, és többen kell, hogy dolgozzunk, tehát több munkahelyet kell létrehozni. Az, ami a 2020-as stratégiában van, hogy 2020-ra 75%-a munkaképes korúaknak rendes, szabályos, jó minőségű munkával rendelkezzen, ez teljesen szinkronban van azzal a célkitűzéssel, hogy 10 év alatt 1 millió munkahelyet hozzunk létre, ez lényegében pontosan ugyanazt jelenti. Tehát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a saját céljaink megvalósítása az egyben az unió céljainak megvalósítását is segíti, amikor magunkra figyelünk, akkor egyben a szélesebb térségnek, az uniónak a problémáinak a megoldásában is aktívan közreműködhetünk. Fontos eleme a foglalkoztatási stratégia ennek a csomagnak. A dosszié európai parlamenti jelentéstevője ön volt. Milyen jelentőséget tulajdonít ennek, illetve milyen jelentőséget tulajdonítottak a többi nemzetek? Ugye a szociális kérdések és a foglalkoztatás politika az nemzeti hatáskörben van. Ugyanakkor az alapszerződés előírja azt, hogy ilyen foglalkoztatási irányelveket kell hozni. Magyarul arra jött rá az Unió, és a mostani válság különösen arra döbbentett rá minket, hogy ha bár nemzeti hatáskörökről van szó, célszerű ezeket a politikáinkat összehangolni, egy irányba húzni, kihasználni a közös európai piac adta lehetőségeket. Így a mostani
a mostani foglalkoztatás politikai irányelvek, ezek részét képezik ennek a 2020-as stratégiának, és nyilván ennek számos olyan eleme van, amely különösen fontos a mi számunkra. A fiatalok lehetőségeinek a bővítése, az egyik úgynevezett zászlóhajó kezdeményezés ezeken az irányelveken belül is kifejezetten a fiatalok mozgásba hozatalára, youth on the move, mondja angolul a program, de ugyanígy azt a tanulságot levontuk, és ezt elfogadta az Európai Tanács is, hogy volt már ilyen stratégiai terv korábban, ugye Lisszaboni stratégiának hívtuk, amiből sajnos nagyon kevés valósult, meg sokkal kevesebb, mint amit szerettünk volna. Mindig ugye az ezért, a legfontosabb kérdés, hogy ugye a gyakorlatban mit érzékelnek. Ezért most sokkal nagyobb hangsúlyt kívánunk helyezni a folyamatos nyomonkövetésre, ellenőrzésre. Már leadta Magyarország is, és a többi ország is az előzetes, részletes terveit ennek a stratégiának, tehát az, hogy le tudjuk bontani, hogyha úgy tetszik, hónapról hónapra milyen teendőket, milyen vállalásokat jelent. Márciusra elkészülnek a 27 országnak a részletes tervei alapján a lebontott, kibontott részletes stratégiák, és hát Magyarországé lesz az a feladat, hogy ezeket összehangolja egy látható, működtethető, számon kérhető, ellenőrizhető, adott esetben, hogyha ha eltérés van a vállalataktól, akkor valamilyen formában szankcionálható terve legyen az uniónak, amire valljuk meg őszintén nagyon nagy szükségünk van. Mi itt Magyarországon látjuk azt, hogy ez a válság nagyon oldalba vágott minket, tetézve még egyébként korábban saját kormányaink által elkövetett hibákkal, de nem mi vagyunk az egyetlenek. Más országok ezt egyébként, is. Bocsánat, ezt hogy látják? Tehát hogyan tekintenek ránk most? Most egy kicsit bizakodóban. Mi éltanulókból sereghajtók lettünk, ez mindenkit sokkolt és megdöbbentett, hogy fordulhat az elő, hát még minket. Most úgy tűnik, hogy az elmúlt fél évnek, háromnegyed évnek az erőfeszítései alapján azt látják, hogy kezdünk kikászálódni a bajból, de hát tulajdonképpen senki nem látja még ennek a végét. A hiteleket, amiket felvettünk, azokat majd ezután kell elkezdeni törleszteni. Most olyan időszakban vagyunk, amikor egyrészt konszolidáltuk a helyzetet, másrészt meg kell teremteni a feltételét annak, hogy úgy növeljük a teljesítményünket, úgy növeljünk a lehetőségeinket, hogy közben nagyon súlyos terheket el kell kezdeni törleszteni, el kell kezdeni visszafizetni. Tehát mondom, azt látják, hogy Magyarországon erős politikai rendszer van, erős támogatottsága van a kormánynak, nem fogják belpolitikai viták nehezíteni az európai ügyeknek a menedzselését, ez mindenki számára jó hír. Azt látják, hogy nehéz helyzetből kikászálódóban vagyunk, tehát elég nagy a bizakodás, hogy az európai ügyek menedzselésének is jó gazdája lesz Magyarország, és azt látom, hogy akikkel találkoztunk eddig, ma fogunk találkozni az Európai Ügyi Államtitkára, Győri Enikővel, fogunk találkozni a szociális partnerekkel, munkáltatókkal, szakszervezetekkel, megnézzünk olyan fogyatékos emberek számára készült programot, amelyet az Európai Unió jelentős összeggel támogat. Tehát hogy mondjam, részleteiben is szeretnénk megnyugtató képet kapni és visszavinni Brüsszelbe, többieknek bemutatni, hogy Magyarországtól biztonságot és, ha úgy tetszik, sikeres megoldásokat várhat az Európai Unió. Hát aztán természetesen majd a miniszterurak, hölgyek ellátogatnak Brüsszelbe még decemberben, ahol ők maguk szélesebb körben több képviselőnek elmondhatják ugyanezt, nyilván kérdések is lesznek, és lesz még a fél év során egyéb mód arra, hogy konzultáljanak az Európai Unió különböző szervezeteinek képviselői a magyarokkal, tehát a figyelem az nagyon erőteljesen ránk fókuszál majd, már mindenki is minket fog figyelni, és ez kezdődött most el. Is így vannak ezzel. Mindenki, és hát különösen, ugye szorosan együttműködünk a belgákkal, meg a spanyolokkal, mert ilyen trió rendszerben működik a lisszaboni szerződés alapján az Európai Unió elnökségi rendszere, de nagyon figyelünk a lengyelekre, nem csak azért, mert történelmi és stratégiai kapcsolatok fűznek minket össze, hanem a következő elnökség a lengyel elnökség lesz. Tehát azt kell mondani, hogy a mi térségünknek, a közép-európai térségnek egy nagy időszaka jött most el, ahol talán a saját szempontjainkat is, amelyeket leginkább visegrádi keretben szoktunk megfogalmazni,
a fölmutatására, a fontosságának hangsúlyozására is több lehetőségünk nyílik. De én mindenféleképpen optimistán tekintek most az ezeket. Mindenképpen bizakodó az a helyzet, amit fölvázolt, hiszen egységes menetrend szerint folyik a felkészülés. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Kedves